Na, sziasztok! Üdvözlöm a nézőket! Elhoztam ma estére nektek Sáfrán Misit, hogy beszélgessünk kicsit a fény biohackingről. Mielőtt bármit csináltok, kérlek, nyomjatok egy lájkot a videóra, azért, mert akkor előrébb kerülünk kicsit itt a YouTube algoritmusban. És üdvözöllek, Misi! Hogy vagy ma? Szia, András, és üdvözlöm a nézőket, akik velünk tartanak most vasárnap este. Köszönöm, jó vagyok itt a karanténban, növesztem a hajamat, fodrász sincsen. Igyekszem hasznosan tölteni az időt tanulással, dolgozással, edzéssel. Hát ezt nagyon jól teszed, és ugye a mai nap témája alapvetően a fény biohacking lesz. Szerintem itt ezen a képen demonstrálod, hogy miről is van szó alapvetően. Röviden beszél, szerintem az lenne a tanács, hogy menj ki a napra, és legyünk a fényben minél többet. De hát nyilván azért ez egy kicsit komplexebb dolog, és szeretném, hogyha beszélgetnénk erről, hogy kicsit jobban megértsük a fény témakörét. Ezért első kérdésnek azt tenném föl neked, hogy te hogyan állítod be a mindennapjaidat így a cirkadián ritmusnak megfelelően, hogy egy napod hogyan néz ki, mint biohacker, mint Sáfremisi biohacker? Hát én 8-10 éve elkezdtem tudatosan foglalkozni az életmódommal, már korábban is, és akkor első körben inkább a táplálkozásra fókuszáltam, hogy próbáltam mindent helyére tenni, aztán ahogy többet tanultam, így jöttek az alvással, fénykörnyezettel kapcsolatos témák is, és első körben nem akartam elhinni, olyan foglalkoztam vele, de aztán olyan tudományos eredményeket is láttam, meg a legegyszerűbb nyilvánvaló fizikai törvényeket is, ami így meggyőzött, hogy ennek van értelme. És így fokozatosan átvariáltam ez az életmódomat. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy mindig a napkelt előtt ébredek, bárhol is vagyok a világban, és reggel kimegyek a szabadba, minél nagyobb bőrfelülettel, és hagyom, hogy érje a szememet, a bőrömet a reggeli napkelte, ahogy idő engedi, kint is vagyok reggel, minél többet igyekszem, aztán napközben is igyekszem minél többet pillanni, minél többször. Este van még egy ilyen kulcs időszak, amikor napnyugta utána a természetben nem lenne nagy világosság, mint a modern eszközökkel felturbózott világunkban. Ezért este szoktam minimalizálni a mesterséges fényeket körülöttem, és kékfényvédő szemüveget szoktam hordani, kékfényvédő szoftvert telepítek a számítógépemre, a telefonomra is, hogyha dolgozok este. És az este milyen trükköket alkalmazom még? Gyújtasz esetleg valamilyen gyertyát, vagy olajlámpást? Igen, tehát a hagyományosan megszokott ilyen mesterséges fényeket, itt izzólámpa, meg a modern ledek, energiatakarékos izzók, ezeken tehát teljesen kihagytam véletemből az utóbbi években, és gyertyával világítom gyakorlatilag, meg vannak ilyen vörös izzóim, amit alapvetően a hüllőknek fejlesztettek ki a teráriumba, hogy érzékeljék a trópusi környezetet, de az embernek is teljesen jó szolgálatot tehet éjszakára, estére, hogyha látni kell a lakásba, és nem szeretnénk túl sok kékfényt kapni. Tehát akkor ezek olyan izzók, amik vörösen világítanak, és hőt is adnak? Tehát ezek ilyen teráriumban való izzók, amik ilyen infravörös fényt adnak, és hőt is? Hol lehet beszerezni ezeket? Hagyományos wolfram száraz izzó, vörös burka van foglalata, és az infravörös vörös fényeket
úgy tudom, hogy ezeket ilyen állateledel boltokba lehet beszerezni. Tehát te ezt gondolom rendelted online? Nem, ezt utcai boltokban lehet kapni, ahol ilyen nagyobb állat eledel kereskedések vannak, ahol vegyesen van mindenféle állatnak való táplálék és kiegészítő, nem csak kutya-macska volt, hanem gyűlőknek, madaraknak is. De lehet online is rendelni, most én konkrétan nem tudok ilyet mondani, de biztos lehet találni ma már internet világában. De első sorban inkább a gyertyákat használom. Gondolom, a legbarátságosabb. Igen, a gyertyák. Ugye a gyertya az infravörös fénytartományt tartalmaz. Hát ugye az is a gyertya spektrum is tartalmaz sokféle fényt, de zömében ezt a infravöröset és nagyon minimális kék fényt tartalmaz, ami szinte elhanyagolható mértékben zavar be az esti melatonin termelésbe. Értem. De ha van bármi kérdésetek, nyugodtan tegyétek föl. Aztán fölteszem a kérdést majd Misinek. Tehát a fénnyel kapcsolatban bármilyen kérdést megbeszélünk. Látom, hogy van már pár komment. Látom, megjelent Csaba is, Péter is, nagyon jó. De, szóval a másik, tehát visszatérve az előző kérdésre, hogy mondtad, hogy a napod hogyan struktúrálódik, hogy kimész reggel a napfényre, aztán este meg vigyázol, hogy ne érje ugye kék fény a szemedet. Melyiket tartod fontosabbnak, a reggeli napfénynézést, vagy inkább az esti védelmet? Hát ez egy nehéz kérdés, igazából nehéz választani közülük, szerintem mindkettő egyenrangúan fontos. Ha nagyon muszáj választani, akkor inkább a reggeli napkelte nézés, mert az modern világban egyszerűen évek, évtizedek óta meg van zavarva a cirkadián ritmusunk, és ez a reggeli napozás az ad egy erős jelzést. Minden nap szinkronizáljuk, reszeteljük az órát, hogy annak működnie kell. Aztán este illik nem elrontani. De ha reggel megvan ez a kezdőlökés, akkor már sokat nyertünk, úgy gondolom. Igen, értem. Tehát inkább reggel keljünk fel korábban kicsit szerinted, és napfényben fürödjünk. Este meg esetleg akkor majd korábban le tudunk feküdni. Így van, egyébként ezt szerintem sokan tapasztalják, hogy ezt csinálják, hogy könnyebben álmosodnak, ha meg volt a reggeli szeánsz. Igen, egyetértek, tehát én is, ha tehetem, akkor kimegyek a reggeli napfényre. Most itt a belvárosban lakok, most nem nagyon van rá lehetőségem, de annó, amikor kint a külkertben laktam, akkor minden nap a reggeli napfénybe kezdtem. És a reggeli napfényben, ha jól tudom, többféle UV-tartomány is van. Én is olvastam egy pár Jack Roos írományt ezzel kapcsolatban. Mik a legfontosabb UV-tartományok így a reggeli időszakban, és hogyan is állítják be ezt a hormon, egyrészt a hormontermelésünket, másrészt ugye az aromás fehérjék, ről is beszélsz pár szót, hogy azok hogyan kapják el a fotonokat. Tehát, hogy biokémiai szinten mi történik, amikor reggeli napfényben fürdünk? Oké, hát a fénybiológiában ez a legalapabb tudnivaló szerintem, hogy érdemes megnézni az összes biomolekulánkat, kémiai szerkezetüket, tehát a szteroid hormonok, tesztoszteron, ösztrogén, a leptin, a dopamin ingerül, tehát hűanyag, vagy vannak aromás aminósavak is, tehát gyűrűs szerkezetük van, vagy pH, omega-3 zsírsavban is vannak ilyen kettős kötések, amelyeknek az a jellemzője, hogy ilyen pi elektronokat tartalmaznak, ilyen elektronfelhő
vannak megosztva az atommagok között, és ezek fotonokat, azaz fényt tudnak elnyelni, és más frekvenciával átalakítva továbbadni mondjuk. És ez szinte mindegyik biomolekulákra igaz, milyen szerkezete van, tehát valószínűleg a testünkben különböző frekvenciájú fényhullámokkal kommunikálnak egymás között, és itt jön képbe az, hogy nem mindegy, hogy természetes napfény kapunk-e, vagy mesterséges fényeket, mert nem egészen ugyanaz az összetétele. Ugye a napfény spektrum az napszak szerint változik, évszak szerint is. Tehát előbb említetted az UV fényeket, ezek kicsit később jelennek meg, tehát rögtön a napkelténél még nincsen, csak egy-két órával később. Reggeli napfényben inkább a kék fény jellemző, meg a látható fénynek egyéb részei, szivárvány színeire gondolok. Ezek a reggeli kék fény az például segít felébreszteni és beindítani a cirkadián ritmust, enyhén növeli a kortizol szintet, hogy ezzel is az alvó állapotból kirángasson minket, és munkára késztessen minket. Aztán később a délelőtt folyamán jön az UV-fény, ugye van UVA és UVB, ami eljut a föld felszínre. Az UVA az szinte az igazából egész évben jelen van, az UVB az például Magyarországon télen nem igazán jut el föld felszínre. Az UVA az is nagyon fontos, a egyes neurotranszmitterek stimulálására, vagy a kortizol lecsillapítására délt. Az UVB pedig arról híres, hogy ezt segít nekünk D-vitamint termelni, ez pedig ugye, tavasz közepétől október közepéig mondjuk van jelen Magyarországon, és inkább a déli órákban, vagy nyáron ez egy nagyon tág időablak, 8-10 órán keresztül is lehet UVB-t kapni nyáron. Aztán, ahogy haladunk tovább a nap folyamán, az UVB kezd először eltűnni, aztán az UVA később, és akkor a napnyugta körül, már zömében az infravörös-vöröses fények lesznek, van sok kék fény is ekkor még, hát a napnyugta után szinte teljesen, tehát akkor megszűnik ez a látható fényspektrum a napból, és nincs is kék fény, tehát ezért problémás a modern technika, a mesterséges világítások. Értem. Most van egy kérdés. Igen? Tehát ez a lényeg, hogy a napszak szerint, évszak szerint is változik finoman a napfény spektruma. Különböző hullámhosszok más időpontban jelennek meg. Ami egész nap jelen van, az a látható fénytartomány és a infravörös-vörös. Az UV az pedig így napközben jelenik meg. Ezek mind hatással vannak a biomolekulákra, a ideális esetben, meg a sejtvízre, a struktúrált vízre is. Aha. És az UVC-nek is van valami jelentősége a testben? Igen, az is egy érdekes, tudományos érdekesség, az UVC. Az alapvetően nem jut át a légkörön, nem jut el a föld felszínre. Egy rövidebb hullámhosszú sugárzás, mint az UVA vagy B, és nagyobb az energia tartalma is, már veszélyes az ember egy kívülről. Ionizáló hatású károsíthatja a DNS-t. Ugye, fertőtlenítésre is használják, baktériumok, vírusokat lehet vele pusztítani a UVC lámpákkal, használják is itt ott. És ugye nagyon sokáig ez volt a köztudatban, hogy az UVC az csak is veszélyes az emberre is. Hát ez így is van, hogyha kívülről magunkra sugározunk. Viszont nagyon érdekes, hogy egyes biomolekulák
fotonoknak a fényelnyelési spektrumát, ha megnézzük, akkor nagyon soknak az UVC tartományban van elnyelése, tehát a struktúrát sejtvíznek is például, vagy most nem itt eszembe melyik neurotranszmittereknek, azoknak is fel lehet rajzolni egy ilyen görbét, és az UVC tartományban van fényelnyelési maximuma, tehát ott valamire használja szervezeten belül, és ezek még nincsenek jól kikutatva szerintem, vagy én nem értem utána eléggé, de nagyon úgy érzik, hogy a testünkön belül is használjuk az UVC-t. Kívülről nem is kapjuk, de belül valamiféle kommunikációra használjuk a biomolekulák között, és ezt áttranszformáljuk valamelyik másik frekvenciából. Értem. Ez a kérdésem lehet, hogy nem tudod a választ, de ez sem probléma. Nyilván majd szólsz, hogyha passzolni szeretnél a kérdést, hogy hogyan lehet mérni egy molekulának a fényelnyelősi képességét? Hát otthon elég nehéz. Ez laboratórium műszerek kellenek. Hát a kémiában a spektrometria ezzel foglalkozik. Ez vannak már jó kis műszerek évtizedek óta, és rengeteg biomolekulának kimérték már a karakterisztikáját, és ennek utána lehet járni. De mindenre nem biztos, hogy van ez lemérve. Otthon, ha valakinek van rá anyagi kerete, akkor lehet beszerezni ilyen fény spektrométer, ilyen kütyüket, amivel lehet mérni a különböző fényforrásoknak a spektrumát, tehát megnézem a napfénybe éppen milyen fényeket találhatok, vagy a mesterséges fényt, amit otthon használok, abban milyen fények vannak, de érdekes visszaigazolás lehet. Értem. Van itt egy kérdés Zoltántól. A napozást kerti munkával szoktam kombinálni, utána hideg vízzel zuhanyzom. Ez rontja a napsütés pozitív hatásait? Nincs rá a hideg víz rossz hatással? Nem, azt szerintem teljesen összefér a kettő. Sőt, olyan levezetéseket is olvastam, ahol azt mondják, hogy a hűtés, a bőrhűtés enyhe mértékben azért jó, mert ilyenkor több fényt tudunk elnyelni. Ennek télen is van jelentősége, hogyha hideg van, akkor kevesebb UV-fényt kapunk például. A hidegebb felületen jobban elnyeljük, vagy állítólag ezért szoktunk pislogni, vagy ott is ezt új vízfelületet gyártsuk mindig, és hűtsük a felületet, vagy a izzadás is egy hűtés. Úgy hallottam, hogy a sírás is. Napozás, igen, napozás után hidegfürdő, szerintem nem rontja el, az biztos vagyok benne, mert azonnal, ahogy napozol, lezajlik jó pár folyamat, utána még hidegfürdő is, az meg másképp stimuláló irányba. A sírással kapcsolatban mi volt a meglátásod? Úgy hallottam, hogy az is egy hűtési funkciót lát el. Így van. Ezzel még nem találkoztam, de simán belefér ugye a kislogással. Még Jack Urus mondta ezt. Hasonló kategória. Annó. Jó. Igen, gondolom arra gondol itt Zoltán, hogy esetleg a D-vitamint lemossa, vagy nem tudom, hogy milyen negatív hatása lehet esetleg a víznek ilyenkor. Én nem értek egyet ezzel a D-vitamin lemosós teóriával. Hát a fény az behatol a bőr alá, és ott elkezdi szintetizálni a D-vitamin, például UVB fényről van szó. Aztán megy tovább a véráramba. Azt mondják, hogy elvileg több idő, mire hogy a bőrfelületen képződik a D-vitamin, és az beszívódik utána. És ez elvileg több óra. Hát igen, az
Hát az UV fény az nem hatol túl mélyre a bőrbe. Infravörössel szemben például, ami egész mélyre hatol. Tehát ott a felülethez nagyon közel van a D-vitamin, és valaki erősen ledörgöli magát a zuhanyzás közben, akkor lehet veszteség. De szerintem ha várunk pár órát, nem lesz gond, és nem sikáljuk be magunkat ezerrel, akkor nem lesz gond. Érthető. És a fényhez való táplálkozás, van esetleg valami olyan aminósav, vagy olyan aminósav összetétel, vagy valami specifikus olyan táplálkozás, ami a fényből ki tudjuk nyerni a maximális, úgy mondjam, pozitívumokat? Mert ugye, hogyha jól értelmezem, akkor a fény alapvetően, és hát a fehérjék, főleg az aromános fehérjék, nyelik el ugye a fénytartományokat, hogyha ezekből több lehet, akkor gondolom több fényt tudunk elnyelni. Hát ebben a kategóriában talán a DHA, meg a három zsírsavat tudnám megemlíteni első körben. Most olyan a szerkezete, hogy lehetővé teszi, olyan a fizikai kémia szerkezete, hogy lehetővé teszi a fénynek az elektromos egyenárammá való alakítását. Emiatt nélkülözhetetlen a fejlettebb idegrendszerű élőlényekben. Most a plusz fehérje bevitellel kapcsolatban nem olvastam még ilyesmit, hogy ez segíteni. Ezt szerintem a szervezet okosan kigazdálkodja, hogy hogyan csinálja. Esetleg még vannak ilyen ígéretes vegyületek, mint ami a kurkumába van, vagy a astaxantinba, amik segíthetnek jobban fényt elnyelni. A klorofil tartalmú zöldségek. Értem. Ezeket nem gondolom elsődleges fontosságúnak, akkor már inkább a DHA 3, ami a tengeri ételekben van, vagy belsőségekben, vagy legeltetett állatok húsába. Árpád írja, hogy astaxantin csökkenti a leégés esélyét, ezáltal hosszabb ideig lehet napozni negatív hatás nélkül, úgy tudja. Igen, ezért is hoztam szóba az astaxantint. És akkor mi a véleményed, hogyha valaki érzékeny a napra, az hogy kezdje el a napozást, vagy hogy kezdjen el napra menni? Igen, aki évekig került a napozást, és érzékeny, az mindenki fokozatosan, tehát egyből nem fog menni egyik napra a másikra, de ezt kialakítjuk, mint egy szokást, mint egy sima fogmosást, akkor minden emberi lény tud hozzá alkalmazkodni, de ez tényleg az kell, hogy szinte egész évben minden nap szálljunk rá egy kis időt, és a legjobb az, hogyha a reggeli napkelte is megvan, mert ez segít ti felkészíteni a szervezetet, hogy később jobban toleráljuk az UV-fényeket. Ugye az UV-fény okozhatja a leégést, és a napra érzékenyeknél ez túlzásba is lehet vinni a UV-sugárzást. Hát van igazság ebben is. Tehát van-e valami táplálékkiegészítő, vagy olyan táplálék, vagy olyan tápanyag, ami esetleg támogathatja a kezdőnapozót? Úgy mondanám, hogy van, ami rontja, azokat kellene kiszűrni a táplálkozásból. Tehát az ilyen gyulladásfokozó növényi olajokat jó lenne elhagyni. Ez is rontja a helyzetet. És a omega 3 zsírsavak, ami a tengeri ételekben vannak, az például szerintem segíti. Uh-huh. És te honnan viszed fel be a... Mi? Mondja csak. Most még az előző eszembe jutott valami. Ugye sokan azért
égnek meg könnyen a napon, akik például elmennek egy trópusi nyaralásra, mert egyrészt nincsenek hozzászokva, másrészt meg este sokáig fenn vannak, még esetleg mulatoznak is, aztán reggel 9-10-11 felé felkelnek, és akkor lemennek 11 délbe a partra, és akkor 5 perc alatt szénnégnek. Ezt akarom mondani, hogy kihagyják a napkeltét, ami segítene felkészíteni a szervezetet, hogy jobban toleráljuk a későbbi UV-fényeket. Ez is egy oka a leégésnek, a rosszabb naptoleranciának. Ezért is fontos az a reggeli napozás. És hát akkor a táplálkozás volt szó, hogy valamit ki kéne hagyni a táplálkozásból, ha jobban szeretnénk bírni. Akkor ott is több tengeri ételt, vagy belsőséget fogyasztani. Hát a tengeri ételek, gondolom, azon maga három fogyasztásnál van fontos szerepe. És a belsőségeknek mi a szerepe abban a settingben? Hát annyi, hogy még abban is található, hasznosítható meg a három gyűrsem, és hát a jó vitamin ellátottság miatt is fontosak a belsősége. És neked hogy néz ki a táplálkozásod most? Hát én nem kategorizálnám most a táplálkozásomat, nagyjából ilyen ketogénre hasonlító étkezés 90%-ban, tehát én zsíros ételeket eszem. Reggelire egy ilyen szalonnás rántotta, ebédre valamilyen tengeri étel, esetleg eszek több szénhidrátot, vacsorára pedig akár ilyen hidegtál, vagy tehát ilyen kolbászszalonna, de savanyúságú, vagy nagyon sok marha húslevest teszem, és időnként kihagyom a vacsorát. Hát akkor vacsora neked a bőjt időszak? Ritkán, de igen, azt szoktam kihagyni, tehát reggeli ebéd, és akkor és a vacsorát igyekszem én korábban megetni. Uh-huh. Hát, ha nem is konkrétan bőjtölök, de így is van egy 12-13 óra étkezési szünet következő reggelig. Gondolom, neked is van ilyen vörös szemüveged, vagy ilyen narancs szemüveged, ami blokkolja a kékfényeket? Igen, látom, neked is most ott van. Igen, ezt használom a mindennapokban, mert viszonylag sokat dolgozom a számítógépen, és nem mindig sikerül nappal letudni, tehát elég sokszor belenyúlik kicsit az éjszakába, de azért nem viszem túlzásba, tehát 10-kor legkésőbb már megyek aludni. Uh-huh. Régebben volt, hogy tovább is fennmaradtam, ezt éreztem is magamon másnap. Kékfényvédő szemüveg ide vagy oda, tehát nem tudtam büntetlenül gépezni 11 évfélig, sosem. Tehát a legnagyobb problémát megteszi nekünk ez a szemüveg. Káros kékfényeket kiszűri, de azért az se teljesen normális, hogy este sokáig gépezünk, telefon nézegetünk. Addig megkérném a hallgatókat, hogy nyomjatok egy lájkot, kérlek, a kedveljétek ezt a videót, akkor kicsit előrébb jutunk itt a YouTube algoritmusba. Tehát, hogyha van bármi kérdés, nyugodtan tegyétek föl, körülbelül egy podcast felénél járunk. Vikinek van is egy kérdése, hogy ha este 9 után minimális fényt használok, de például 10-kor a vezetett meditáció elindításához kb. 20 másodpercig nézem a képernyőt, az megtöri az elkezdett kékfénymentes folyamatot, vagy a mennyiség számít? Bocsánat, mennyi ideig? Csak 20 másodpercig elindítja a meditációt. Ja. Hát én azt mondanám, hogy legyen rajta egy kékfényszűrő szoftver ezen a számítógépen, vagy telefonon, ahol indul a meditáció. Mert 20 másodperc is okozhat problémákat, olvastam ilyen kutatást, tehát hogy így elég egy néhány foton elég hozzá, tehát 20 másodperc alatt, mert több milliót kapunk. Tehát nyilván nagyon számít az időtartam is, tehát
20 másodperc az százszor jobb, mint a két óra tömény kékfénybámulás este. Tehát számít az időtartam is, de még jobb, hogyha már szoftveresen le van blokkolva kékfény. Hát a legjobb, hogyha letöltöd mondjuk a Twilight-ot, vagy pedig F.Lux, Flux nevű, Flux igen, nevű alkalmazást. Ezekkel szintén lehet kékfényt szűrni. Én is ezeket használom, vagy használtam, plusz a kékfényszűrő szemüveg. Van még az Iris nevű szoftver is. Az is igen. Lehet. Ja, vagy amiket mondtál. És itt jól tudom akkor, hogy a szemüveg az ugye egy dolog, mert ugye a bőrön is vannak ugye receptorok, amiket meg kéne védeni. Igen, itt a úgynevezett melanopszin receptorokról van szó, nem keverendő össze a melatonin hormonnal, ez a melanopszin receptor. Mégis a melatonin hormonhoz van köze akkor valahol? Van köze, közvetetten. Tehát a lényeg, hogy ez a melanopszin ez egyfajta ilyen szürkületdetektor, vagy hogy mondjam, ilyen kékfénydetektornak is mondhatjuk, a kékfény hiányát érzékeli. Tehát este arra reagál az egész rendszer, hogy nincs kékfény. Egyrészt. És ha kap kékfényt, akkor azt hiszi, hogy nappal van. És ez a melanopszin receptor, ez sokáig úgy gondolták, hogy csak a szemben van, és akkor utóbbi időben előtt ki, hogy van a bőrünkben is, körülött is zsírszövetben, vagy érfalakban is találtak. Tehát ennek az a gyakorlati következménye, hogy nem elég a szemünket védeni, hanem illen a bőrünket is este. Tehát olyan könnyű, hosszú ruházatot jobb lenne felvenni, ha este mesterséges fények alatt vagyunk. Ha fázunk, ha nem. És régebben, amikor még nem tudtam ezt egyébként, akkor, és amikor nagyon gyúrtam a hideg adaptációra, akkor ugye rövid gatyába voltam félmeztelen otthon a mesterséges fények alatt, és akkor nagyon fókuszáltam a hideg adaptációra, de akkor még nem tudtam a fénytémáról ennyit, és most viszont már nem követném el ezt a hibát, tehát hogy hiába gyúrok a hidegre, felvennék valamit hosszú ruhát. Tehát este senki ne számítógépezzen kisgatyába, még akkor se, hogyha hideg adaptációra gyúr. Szóval... Igen, lényegében. Igen, igen. Meg hogy mondtam, a fülben, meg az orban is vannak ilyen receptorok, illetve elég sok receptor van, ezért is hozták létre ugye a vörös fény, vörös lézerterápiát fülbe, meg orba is, ugye, ami megdobja a regenerációs képességet, ugye ezek a vörös tartományok. Milyen vörös tartományok ezek, és milyen eszközöket próbáltál már? Volt már a kezedben ilyesmi? Nem próbálkoztam még ilyen készülékekkel. Hát én a minimalista megközelítésben élni, és inkább megyek sokat napozni, ha tudok. De aki ezt nem tudja megoldani, annak jó szolgálatot tehetnek ezek a kütyük. Infravörös panelek, vagy amit mondtál, az orba illeszthető vörös fényterápiás cuccok esetleg. Ezért itt is számítanak a részletek, nem mindegyik jó, van, amelyik többet csinál hasznot. Ha viszont valaki nem tud eleget napozni, annak hasznos lehet. Igen, igen, én próbáltam többfélét is a Biohacker konferencián. Voltak olyan eszközök, amiket csak fülbe kellett tenni, valamit orba, de volt olyan, amit egész fejen, fejre így rá kellett húzni, és akkor ezeket a vörös fény tartományokat szórták ránk. Ezek a vörös fény tartományok, ez ugye a 660 nanométertől 880-ig, vagy ez mennyi? Igen, hát én pontos számadatokat nem szoktam megegyezni, de valahogy igen, 670 nanométer talán az egyik hatásos frekvencia, mert 800 körül is van. A lényegük az, hogy ezek is tudják stimulálni a mitokondriumokban az ATP termelést, vagyis energiát tudnak gyártani. Vannak olyan fehérjeink ott a mitokondriumokban is, amelyek vörös fényt tudnak elnyelni. És a vörös fény az elég mélyre hatol a bőrbe, tehát itt nem nehéz összerakni a képet, hogy
és tud nekünk energiát termelni is. Ja, Jack Rose azt mondja, hogy a ételből csak egy x%-át fedezzük a energiáknak, valójában a fényből is elég sokat termelünk a vörös fény segítségével. Ezt így tapasztalom is magam, ha sokat napozok, akkor jóval kisebb az étvágyam. Kevesebbet teszek. Igen, és gondolom a napozás az egy sokkal tisztább energiaforrás, mint hogy a táplálkozással vinnénk be az energiát? Tehát akkor a fényevésnek mégiscsak van létjogosultsága. Van. Abszolút van tudományos alapja. Szerintem itt most hangsúlyozzuk ki, hogy nincs szó semmiféle fényevő szekta reklámozásáról. Hát étkezésre mindig is szükség lesz. Emellett viszont erről már ott vannak konkrétan tanulmányok, hogy vörös fény hogyan hajtja meg a ATP-áz enzimet, például, ami ATP-t termel. És mi történik a mitokondriumban vörös fény hatására? Ez, amit nem tudok most jól megfogalmazni, tehát előbb említettem, hogy vannak, ugye van az öt fehérje komplex az elektron folyamatban, abból több ilyen fehérje érzékeny a vörös fényre, és el tudja nyelni. Uh-huh. És ennek ezeknek a fotonoknak az energiája segít a ATP-áz enzim munkáját. ATP-t gyárt. Igen, és ugye a táplálkozásnál is máshogy működik a mitokondrium, mert ugye a zsírok alapvetően a második fehérje komplexen jutnak be, ha jól emlékszem még a biokémiára, és a szénhidrátok meg az elsőn, ahol több szabadgyök termelés keletkezik. Ezért a zsírok alapvetően tisztább energiaforrást adnak. Gondolom a fény az pedig még tisztábbat tud adni, hogyha megfelelően napozunk. Ezzel még nem is gondolkodtam, de igen, szerintem ez így lehet, hogy ez tisztában állít elő energiát. És valóban a zsírok elvileg szintén tisztában égnek el, mint a szénhidrátok. Most szerintem a szénhidrátok sem teljesen ördögtől valóak, csak azt inkább szezonálisan illene fogyasztani. Erős UV fényviszonyok között. Ugyan télen Magyarországon banán tenni az nem túl életszerű. Egyéb magas szénhidrát tartalmú dolgokat. Csak a modern, több a fény, a logisztikának akkor köszönhető. Mondja csak. Ez csak a modern logisztikának köszönhető, hogy itt az északi régiókban is lehet télen magas szénhidrát tartalmú ételhez jutni. És ugye a zsíroknál még lehet beszélni a deutériumról, hogy azok általánosságban alacsony a deutérium tartalmú szénhidrátok, és több anyagcserevizet tudnak előállítani, és nem zavarják az ATP-áz enzimnek a működését, mint a magasabb deutérium tartalmú szénhidrátok. És tehát, hogyha naposabb területen élünk, akkor több szénhidrát megengedett. Ez milyen folyamaton keresztül működik így? Most ezt is így egyéntől függ, ki milyen állapotban van, tehát ezt így nem tudom mindenkire általánosságban elmondani, de most muszáj általánosságban beszélni, akkor igen, én gondolom, hogy van ilyen hatás, hogy minél több UV-fény, UVB, UVA ér minket, tehát nyár van, vagy olyan régióban vagyunk, ott több szénhidrát megengedett büntetlenül. Most elég csak megnézni az ott élő természeti népeket, ott is esznek gyökérzöldségeket, gyümölcsöket, és aki tényleg vadon él, az makkegészséges. Ezzel magyarázom. Uh-huh. Északon, meg ugye eszkimoknál pont más a helyzet, ott alig van
UV-sugárzás is. De ugye sok az omega 3. Meg a zsír. Sok az omega 3, jobban elnyelik azt a kevés fényt is, meg a zsír is ott van, és akkor így van egyensúlyban a történet. Igen. Van is így átgondolva, ez így logikus is. Sokszor nem gondolunk át ilyen nagyon egyszerű dolgot józan paraszti észre, és szerintem nagyon sokszor ott csúszunk el, vagy ott csúszik el az ember, mint ugye a tudomány, meg mint az egyéb hozzáértők ott csúsznak el szerintem. Egyrészt, hogy nagyon nagyító lencse alatt vizsgálnak bizonyos dolgokat, és elvesztik a nagy képet, a nagy egészet. Ugye másrészt pedig az, hogy a józan paraszti észt elfelejtik, és csak a tudományos eredmények alapján mozognak, és ugye van egy hipotézis, amit bizonyítani kell, és ha akarja, akkor gondolom tudja is bizonyítani, ez ugye rajta függ, vagy tőle függ, aki éppen bizonyítani szeretné. Ez megint egy más sztori és más téma. Minden esetre én köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Misi, beszélgettünk. Remélem majd jössz, és tovább folytatjuk a biomérnöki vizsgát. Így a nézőkkel, meg velem, mert örülök, hogy beszélgettünk ezekről a témákról. És aki szeretné követni Misit, az megtalálja, hol találnak meg téged? Van Facebook oldalam is, Mihály Sáfrán Sunny Fitness néven fut, vagy Instagram oldalam is. Csináltam sok YouTube videót, vagy a napfénydiéta.hu oldalon írtam rengeteg blogcikket. Köszönöm szépen a meghívást, András, és köszönöm, hogy velünk voltatok. Aztán jó napozást, meg jó egészséget mindenkinek. Maradjatok erősek, egészségesek. Hát köszönjük szépen jó tanácsokat. Én is kívánom neked, hogy jó napozást. Látom, ez most meg is van. És erőt, egészséget neked is, és kerüljön el a vírus. És akkor legyen szép vasárnap estéd. Na, sziat, Misi, és üdvözlöm a nézőket, szép estét mindenkinek! Sziasztok!